A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Kezdőkörben, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsorában, amelyben ma is három kollégámmal vitatjuk, kommentáljuk, osztjuk meg észrevételeinket a fehérvári és a magyar sport vagy a nemzetközi sport aktuális történései kapcsán. Itt van velünk a stúdióban Németh Krisztián, a Médiacentrum és a Fehér megyei Hírlap sportszerkesztője, szerkesztője, Beke Zsombor, a Fehér megyei Hírlap sportújságírója, és első alkalommal itt a Kezdőkör műsorában szeretettel köszöntöm Mátai Balázs kollégánkat, aki a Média24.hu főszerkesztője, gründolója, mindenese, és hát egyáltalán nem mellékes a régi Fehérvár TV-s kollégánk, akik tényleg nem tudom milyen régen kell mondanom, hogy követik a Fehérvár TV műsorát, azért emlékezhettek rá. Mikor volt, Balázs, hogy... 92. Annál biztos, hogy később is dolgoztál. Abszolút, hát akkor kezdtem, de 2002-3. Igen, tehát még az új évszázad elején még itt dolgozott Balázs is velünk, többek között sportos újságíróként, úgyhogy azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy ő is azért mindennapokban ott van és figyeli a fehérvári sporttörténéseit. Egyébként mi körülbelül egy korosztály vagyunk, kicsit olyan, mint a Horog Laci ülne itt mellettem több hajjal, mert hogy nagyjából ugyanaz az évjárat vagyunk, amit azért tartok most fontosnak, vagy érdemesnek megemlíteni, mert akkor te is emlékszel azért olyan időkre, amikor azt mondtuk, hogy hát mondjuk, ha a fehérvári foci csapat rosszul szerepel, az tényleg ilyen országos szégyen, és úristen, el se tudjuk képzelni, hogy ne legyen mondjuk az élvonalnak, vagy a mindennapjainknak a része. De neked megvan a kieséses szezon? Hát annál is inkább, mert én akkor lettem a Videoton marketing és sajtófőnöke. De nem te tehettél róla. Nem. Egyszerűen úgy jött a felkérés az akkori elnöktől, a Bérces doktor. Hálás feladat lehetett marketingesnek lenni, amikor először esik ki a 20. században a Vili kis túlzással. De aztán ugye együtt, jó, hát ez nagyon nagy duma. Tehát úgy feljutott az a csapat, hogy akkor voltam a sajtósuk, amikor azóta is rekordnak számított, 100 nem is tudom hány pontot szereztek, és 130-140 gól körüli termést hozott össze Vidi abban a szezonban, és egyetlen szolnoki vereség csúfította el csak a veretlenségi témát, de ugye a Vidi akkor csont nélkül jött vissza, de visszatérve az eredeti témára, igen, szégyen, hatalmas szégyen volt, hát akkor mindenki oda volt, hogy most nem, micsoda, kiesett a Vidi, és Siófok bent maradt például, hogy abban a szezonban éppen a Siófok volt az, akit oda vártunk, és az utolsó forduló vagy úgy alakult, hogy itt volt egy 2-2 a Vasassal, amit még a tévében én közvetítettem, és utána mentem aztán a Vidihez, amiből aztán volt is bonyodalom az akkori igazgatóval, a Sipivel, de hát vagy jót, vagy semmit. Ezért kezdtem aztán elmaradozni a tévéből, mert azt mondta, hogy mi az, hogy te, mi bizés, sajtó, meg kommunikáció, meg egyéb. De szép időszak volt. Aztán dolgoztam ugye kézilabdában is vezetőként, tehát úgy megpróbálgattam én ezt a másik oldalt is, tehát elég jó rálátásom van ezekre a történetekre. Hát ez igen, nem volt egy dicső korszak, tegyük hozzá ugye azok kedvéért, akik esetleg fiatalabbak és nem emlékeznek, hogy a nyugodt, a legendásnak nevezhető Verebes József ült a kispadon, amikor a Vidi tényleg szégyen szemre 1999-ben kiesett az NB1-ből, Bérces László személyében pedig egy olyan elnök, akinek a szíve lelke a fehérvári klubbé volt, tényleg szurkolóból, patronusból lett ugye klubelnök, és tényleg a legjobb tudása és szándéka szerint próbálta segíteni egy nagyon nehéz, minden értelemben nehéz korszakban a klubot. De hát azt gondoltuk akkor, hogy jó, hát ez a rendszerváltás utáni nehéz időszaknak a legmélyebb gödre kifutása, és akkor majd innen újra fel, ugye valóban utána a másodosztályt Csank János irányításával, rekord pontszámmal, meg gólözönnel nyerte meg a Vidi. 4-5-6-7, sőt, olykor 8 gólokat rúgva egy-egy mérkőzésen. Erős a gyanúm, hogyha, és ez nem fog bekövetkezni persze, meg Isten ments, ha másodosztályú lenne most mondjuk a fehérvári csapat, hát nem menne ilyen simán a
visszajutás, már csak azért sem, mert az NB2-ben vannak most azok a csapatok, akik akkor az NB1-ben voltak, kis túlzással. És hát mindez a felvezetés természetesen azt szolgálja, hogy megint kénytelenek vagyunk kicsit ilyen temetői hangot megütni. Jelenleg úgy néz ki az OTP Bank Liga táblázatának az alja, hogy a Honvéd, a Vidi, a Mezőkövesd, az Újpest és a Vasas foglalja el az utolsó 5 helyet, és nem kell ahhoz annyira öregnek lenni, mint mi vagyunk Balázzsal, hogy emlékezzünk rá, hogy mondjuk egy Honvédnak, egy Vidinek, egy Újpestnek és még a Vasasnak is azért voltak olyan évei, amikor ezek a csapatok tényleg az éremért, vagy akár a bajnoki címért harcoltak nemzetközi kupás pozícióért. Úgyhogy bárhogy is nézzük, ez egy végtelenül abszurd szituáció szerintem, hogy itt hétről hétre azt vitatjuk meg. Most ugye épp egy edzőváltás után, melynek a reményeiről a múlt héten beszéltünk, hogy újabb és újabb mélypontokra kerül a Fehérvár. Nem tudom, Krisztián, most ezen a legutolsó meccsen itt a Paks ellen milyen volt a hangulat, mert másodszor játszott el ugye azt a videó, hogy az utolsó pillanatban, sőt az utolsó utáni pillanatban elveszítette a 2 pontot, ami 3 lehetett volna, hogyha megvan a győzelem. Az RBD-nek köszönhetően mindig van hangulat, ők azért kitartanak, és az ő teljesítményük az minimum állandó és jó. Nehezen született meg a gólunk, de hát a Paks, az én már készültem mondani a végén, hogy megszületett az első győzelem, és fantasztikus, és hát erre azt hiszem Szél Pál volt az, aki lerombolta. 12. szögletből. Utána egyébként már meccs közben is, a második fél időben, mikor annyira nem zakatolt a játék, akkor azért voltak húha, gyenge rigmusok, és aztán nyilván az egyenlítő gólt követően pedig azért megindult egyfajta finom lavina. Kíváncsi voltam egyébként a mérkőzés végén, hogy mi lesz a kemény mag, az RBD reakciója. Ők várták a játékosukat, akik a félpályánál megálltak, és nem mentek ki. Fiola nem ment ki egy lötsörért se. Ezt valahol már szinte meg tudom érteni. Egyébként a Puskás Akadémia elleni kiesést követően egy nagyon érdekes szituációra kíváncsi voltam, hogy mi lesz a reakció, de végül aztán ilyen neutrális valami lett belőle, mert hogy azt hiszem, hogy valamelyik játékos gyermeke, talán Fioláé, oda ment az RBD elé gólokat rúgni. Láttuk fehérvári gólt a mérkőzésre. Tulajdonképpen igen, és ez egy furcsa dolog volt, mert nyilván szerettek volna valamit mondani a szurkolók, nem túl szépet is Fioláéknak, de erre oda ment egy pici gyerek, aki focizgatott a kapu előtt. Nem, ő fedezte a csapatot, igen. Azért vonultak be első, mert először bevonultak az öltözőbe szépen csöndbe, gond nélkül. És ugye B közép, vagy C közép, vagy mindegy, több mindegy, mit mondunk, az a 150 lelkes ember, aki kitartott még azon a meccsen, azok ugye kiabáltak folyamatosan, hogy húha gyenge, és a többi, meg gyertek ide, és akkor az öltözőből a szakmai stáb szólt, hogy menjetek már ki tényleg egy kicsit, hogy vissza, hogy... Igen. Hát a régi bevált hollywoodi... De annyi volt, hogy számoltam, mert videóra rögzítettem pont az eseményeket, ugye kimentek, felálltak a 16-osra, 8 másodpercig így néztek a szurkolókra, 6 hátra és vissza az öltözőbe. Tehát ott azért ez egy elég fagyos hangulatot. Régi hollywoodi igazság, ugye, hogyha gyerek és kiskutya van a filmben, akkor megenyhülnek a szívek, és biztos, hogy a következő mérkőzés után is valakinek a tacskóját is oda lehet a kisgyerekkel együtt küldeni. Az RBD-nek pedig tényleg bár morcosak, de aranyszívük van a fiúknak, és nyilván nem fognak sem tetlek, sem verbálisan inzultálni olyanokat, akik nem tehetnek róla. Nekem a nagy kérdés, hogy valójában mennyire tehetnek róla a játékosok. Lehet mondani ezt visszatetszőnek, hogy ugye az Újpest ellen sokat emlegetett balhés meccs végén még ott álltak, leszekték a fejüket, nem vették le a mezt, de azért még meghallgatták a jó, ahogy kiosztják őket. Most már ezek szerint oda sem mennek, tisztes távolságból jelzik, közben, ha jól tudom, Fiolának volt valami aférja valamelyik mérkőzés után a szurkolókkal. És erre bárki mondhatja, hogy mi van, gyerekek, hát már ahhoz sincs képetek, hogy akkor szemünkbe nézzetek, vagy meg hogy ez az egész mezlevetetés, meg mindent, tehát hogy rátolják a játékosokra, és még Huszti Szabolcs is nyilatkozott olyasmit ugye a meccs után, hogy hát kell gondolni, hogy valójában mire képes ez az állomány, meg mire vagyunk alkalmasak, de hogy akkor ebből az lesz, hogy tényleg mindenért a játékosok viszik el a balhét?
Érdekes, mert pont az az elkeserítő, hogy ugye tavasszal is hasonló témába kellett beszélgetnünk, hogy kiesés Szelemek legyintette a Vidit, most megint meglegyinti, és azért ilyen tényleg nagyon régen fordult el, hogy egymás utáni két szezonban ugyanaz a rossz szituáció legyen. Hát annyi edző megfordult már itt, és lehet, hogy tényleg nem csak az edzőkkel volt a probléma, inkább úgy fogalmaznék, és lehet, hogy tényleg itt a játékos keret túl van értékelve, mert mégsem a szurkoló nem tudja berúgni a helyzetet, nem tudja levédekezni a 94. percben a szögletet. Szóval itt azért mégiscsak a játékosok felelőssége is szerintem eléggé csombos ebben a történetben. Abszolút, hát azért azt tegyük hozzá, hogy ez nem egy rossz keret, tehát akárki akármit sugal, nézzük meg egyenként ezeket a játékosokat. Ezek több mint egy kezdőcsapatnyi válogatott játékos van Fehérváron. Van köztük román, vagy észak-macedón is, nem csak magyar, de igazat adok, az egyik országos televízió egyik értékelő műsorában ugye elhangzott az egyik nagy tudású szakértő kollégától, hogy ha holnap megszűnne a Videóton, holnap után a keret 90%-ának lenne csapata, él csapata Magyarországon. Ezzel egyetértek. Valahogy itt nem áll össze a koncepció, valahogy itt nem áll össze. Lehet, hogy ezek a játékosok pont egy szegmensben gyengébbek, mint mondjuk a hasonló tudású egyéb magyar játékosok, vagy más náció játékosai, hogy fejben van valami gát, vagy fejben van valami kontroll. Na de akkor most ami nyilván keret, vagy nem jó játékos keret, mert azt mondod, hogy olyan játékosok, akik magyar szinten megütik a mércét, lenne másik csapatuk, mégis azt látjuk, hogy rettentően rossz a játék és az eredmények, ami nyilván futballban egy összetett dolog, hogy akkor most képességbeli hiány van, nem kapják meg a megfelelő instrukciót, akaratbeli hiány, én erre akartam igazából rácélozni, hogy valójában tényleg számon kérhetők-e, hogy hajtanak-e megfelelően, akarnak-e. Én azt láttam tényleg egy Paks ellen, és nem lebecsülve a Paksot, szimpatikus, tudjuk, magyar játékosokkal, fiatalokkal dolgoznak, hogy a második fél időben a Köln nem nyomta be úgy a Vidit az Európa kupában, mint ahogy a Paks benyomta. 12 szögletet rúgtak, mi kettőt. 12-2, bocsánatot kérek, egy Vidi-Paks meccsen az ellenfélnek szögletben. Ez azt jelenti, hogy törte a hátunkat a háló, rúgdostuk a labdát, amerre álltunk, és a végén egy beakadt, mert egyszer beakad. Tehát ez törvényszerű is így. Azt gondolom egyébként, hogy annál a játékosnál, aki élcsapathoz szerződik, annak valószínűleg az van a fejében, hogy ő azért akar nyerni, mert nyerni akar, és nem azért, hogy a kudarcot elkerülje. És szerintem ez a dolog megfordult itt a veszőfutás, az újabb veszőfutás alkalmával, és most azért mennek ki a pályára, hogy a végén ne locsolják le őket sörrel, hogy ne mondják, hogy nagyon gyenge, hogy ne mondják, hogy vedd le a meszt, és biztos vagyok benne, hogy ez nyomás. Van, és persze. Ők azért vannak, azért lehet, hogy azért... nem tudnak éppen focizni, mert egy vezérli őket, hogy a kudarcot kerüljük el. De az elmúlt két évben nyomás van rajtuk? Tehát, hogy ez a tavalyi szezon nem is így ment ki. Nem tartom egyébként kizártnak, hogy ez még ugyanannak a hatása. Nem védeni akarom őket. Ha, teljesen egyértelmű, hogy ide most jelen pillanatban vezetői szinten és edzői szinten is egy motivátor, inkább pszichológus szintű edző kell, mint aki a táblára ki tudja Frankon UEFA Pro licenszel rakogatni a taktikát, mert tényleg, tehát az a helyzet, hogy ez is egy gyakorlati szakma a futball, tehát nekem a Borisszal egy bajom volt, hogy látszott rajta, hogy ő megtanult a fociról mindent, ugye gyakorlatban nem volt, tehát hozzunk fel kettő olyan meccset, amikor igazából ő jól meccselt, tehát amikor jól cserélt, amikor jó volt a taktika, tehát Magyarországon ötvédős rendszerbe futballozni ki ellen kell, maxima Fradi ellen, ha mi vezetünk, akkor bálunk bekkelni. De ez az ötvédős rendszer, amit ő kitalált, meg több olyan taktikai elem, amit néztünk a lelátóról, vagy akár a tévében, és most mit akarunk igazából focizni? Hát az a kérdés, hogy ha valóban biztos, hogy kell pszichológus. Én nem tudom, egyébként biztos. Gyanítom, mert manapság ez még az igazán jó csapatoknál is magától értetődő, vagy játékosoknál, hogy igénybe veszik sportpszichológus segítségét, hiszen gyakorlatilag a világ legjobbja is folyamatos nyomás alatt játszol, a kicsit még talán nagyobb nyomás alatt is, mint a nem tudom, Paks ellen készülő MOL-Fehérvár, és ez nem lehet anélkül, hogy tényleg ne legyen a fej meg a lélek is rendben. Úgyhogy biztos foglalkozik a Vidivel is, az a kérdés, hogy tényleg mit lehet csinálni, hogyha ez tömeges jelenség, és szerintem az első, amit mondan egy pszichiáter, vagy mondunk mi kívülállók is, és már itt is sokszor mondtuk, hogy az igazi vezető hiányzik az öltözőből. Mihály Borisz
amikor azt nyilatkozta valamelyik meccs után, hogy nem tudom, mi történt a 60. perctől, tehát amint ilyet mond egy edző, ott vége van. Ott a pont. Valószínűleg addig is, de nem mehet be az öltözőbe, és nem nézhet a játékosai szemébe, ha annyit tud mondani, hogy hát fogalmam sincs, mi történt. És most Huszti ugye, akinek tényleg megvan az elhivatottsága, nyilván ő is érzi, hogy számára is ez egy bizonyítási lehetőség és kötelezettség, azt mondja, hogy hát lehet, hogy túlértékeltük a játékosainkat. Az első meccse után azt mondta, hogy nem mindenkinek volt elégedett a hozzáállásával, a második után meg, hogy nem feltétlenül az edzők hibája, át kell értékelni a keretet. Ez nekem egy kicsit olyan, mintha rátolná a felelősséget, és még inkább a súlyt a játékosokra. Úgyhogy nekem egy nagyon nagy kérdés, hogy ki fogja ezt a csapatot tényleg kirángatni a letargiából. Lehet egy meccset megúszni, amit mond Krisztián, tök egyet értek, hogy tényleg a kudarc elkerüléséért játszanak, és egyszer majd el lehet kerülni, biztos. De hosszabb távon ennél jóval több kell. Hát pszichológiai szempontból ez a Huszti bemondás, ez biztos nem tett jót a játékosok lelkének, hogy egyértelműen mondjuk adott esetben ők a hibásak. Hát érdekes dolog ez, és ez megfejthetetlen, de szerintem akkor se tudnánk megfejteni most már ezt a vidi mizériát, ha minden napot lennénk az öltözőben egyébként, és figyelnénk, hogy mi történik. Tehát ez tényleg egy rejtély. Egy rejtély. Amit Huszti Szabolcs mond, hogy nem feltétlenül az edzők hibája, abban természetesen van igazság, nem biztos, hogy abba az irányba, amire ő célzott, mert az edzőket ki is nevezi valaki. Készített a Nemzeti Sportéket egy nagy anyagot a MOL Fehérvárról, amiben szépen volt egy nagy infografika a 2011 óta, vagyis az első bajnoki cím óta itt dolgozó edzőkről, arról, hogy kinek hány meccse volt. Eleve volt ez alatt a 12 év alatt, ugye Paulo Souza, Gomes, Carillo, Cazoni, Pető, Horváth, Berg, Nikolic, megint Carillo, Márton, Szalai, Szabics, Boris, Huszti, felsoroltam egy tucat nevet, tehát több mint egy edzője van évente a csapatnak, folyamatos váltások. És ezek közül az utolsó 1-2-3-4-5-6 edző, most Husztit is idevehetjük végül, de mondjuk az utolsó 5 Borisszal bezárólag nem töltött ki egy szezont. Ugye Carillo volt az, aki szezon közben érkezett, az utolsó olyan edzőnk Marko Nikolic helyére, aki teljes szezon tudott a Vidivel végigcsinálni, nem akármilyen eredményeket tegyük hozzá, de őnek is menni kellett, amikor jött egy rosszabb széria. Utána Carillo jött, következő szezonra nem marasztalták, Mártont kirúgták szezon közben, Szalai beugrott, Szabicsot kirúgták következő szezon közben, Boris beugrott, Boris kirúgták mostani szezon közben, és most István Huszti. Hát én azt gondolom, hogy sok mindent lehet a játékosokra tolni, meg biztosan nem jók az eredmények, az az edző hátán csattan, de valami nincs rendben egy olyan klubnál, amelyik gyakorlatilag most már úgy cserégeti az edzőket, mint más az alsó neműjét. Mert ez azt is jelenti, hogy képtelen megtalálni azt, amelyiknek a kezébe tényleg ilyen elvárások és ilyen feltételek mellett egy csapatot lehet adni. Hát az a szomorú, hogyha megnézzük a neveket, bár nem tisztem senkit leszólni újságíróként, de Souza, Nikolic, Berg, akik a nemzetközi eredmények is komoly háttérrel jöttek. Azóta ki Márton Gábor, a Szabicsnak mi voltunk az első csapata, akit vezetőedzőként vezetett, ugye Husztinak sincs túl sok tapasztalata a vezetőedzőként, szóval itt azt is, ugye itt a klubvezetésnél meg kell nézni, hogy kiket neveztek ki edzőnek, akik valószínűleg alkalmatlanok a feladatra, vagy legalábbis ez egyelőre túl nagy falat volt. Egyelőre kísérleti nyúl a Vidi, úgy látom az elmúlt években egyébként, tegyük hozzá, az edző kérdés alapján egyértelmű, és ugye most nem verték nagy dobra, de én tudom, hogy decemberig szól az új stábnak a szerződése. Tehát ez is azt jelzi, hogy nincs bizalom. Most már nincs az, hogy egy szezonra legalább aláírunk egy edzővel, december végéig meglátjuk, fiúk, van 6 meccsetek, hogy domborítsatok valamit. Ez azért egy kicsit olyan, nekem olyan nem tudom. Tehát én nem biztos, hogy Husztiék nevében most nem beszélhetek persze, bár Toldi Gabi jó barátom, aki ugye leedzi a csapatot, meg oda teszi a bizonyítványt az asztalra, ugye ennek a párosnak a másik fele.
Tudom, tehát abban biztos vagyok, nem csak a Tóldi Gabi miatt, vagy a barátom miatt, hanem úgy egyáltalán tudom, hogy a edzések rendben vannak, leedzik a csapatok, fizikálisan nincs probléma. Mégis ugye, amit a pályán látunk, az egy egészen más történet. És gyakorlatilag észre sem vettük, hogy nincs Borisz, és már mások ülnek a kispadon, ezen a két meccsen legalábbis igazándiból. Semmi olyan plusz dolgot nem lehetett látni, amire azt tudjuk mondani, hogy húha, még van akkor négy meccsük, a bizonyításra ott akkor mi fog történni? Hát én szerintem ez egészen biztos, hogy egy nagyon jelentős frissítésnek meg kell történni a keretben. Ezt a szezont szerintem már senki nem úgy fogja a további kétharmadát várni, hogy itt a Vidinek mekkora eredmény kell elé. Bár valahol még mindig benn van persze, hogy nekünk a nemzetközi porondon, meg a nem tudom hol van a helyünk, de miután sikerült a Magyar Kupából is kiesni, ez most már azért nehéz több, mint bravúr lenne. Viszont amit mondtatok, az azért is rendkívül tanulságos, mert nem csak az edzők keringtek, hanem ugye az egyen feljebb még a náluk. Tehát kezdhetjük ott, hogy a játékos keret milyen, hogy ki az, aki leedzi őket, ki az, aki kinevezi az edzőket, hiszen ugye annak idején Mezei György volt, aki talán még abszolút a maga ura lehetett, ő nem csak edző volt, hanem tényleg játékos politikát, keretet, minden meghatározó vezető. Utána rendre volt valaki, aki intézkedett ez ügyben, és ha emlékezünk rá, hogy ugye Burcsa Győző milyen reményekkel érkezett, aki aztán kinevezett egy sajnos totális zsákutcának bizonyuló francia edzőt, Cazonit. Burcsát váltotta Kovács Zoltán, akinek viszont voltak ugye sikerei, valamiért a közönség nem tudta őt igazából méltányolni. Kovács helyett jött Csallói, aki viszont tőzsgyökeresfehérvári vezetői tapasztalattal, szintén nagy reményekkel bukott, és most akkor van Juhász Roland, aki pedig gyakorlatilag egy 0 kilométeres sportigazgató, de bízzunk benne, hogy részben a fehérvári kötődése, részben a nemzetközi tapasztalatai őt majd megfelelőnek minősítik. Tehát, hogy azért ott, ahol a sportigazgatók, az edzőket kinevező vezetés is folyamatosan változik, ott tényleg nehéz megérteni, hogy akkor mi a koncepció. Ki? És akkor feljebb már nem megyek, mert a tulajdonos az ugyanaz, most már tudjuk, hogy mióta. Tehát, hogy én azt látom, hogy minthogyha se gazdája, se koncepciója, se nagyon keményen meghatározott irányvonala nem lenne a Vidinek, azon kívül, hogy tessék nyerni, mert marha sok pénzünk van. Magyar viszonylatban. Ez a Vidi, ez a mi mezőnk, erre szégyent hoztok. Igen, ezek ilyen visszatérő sémák, de tényleg. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten a tulajdonos is, vagy tulajdonosi kör, mindegy, hogy fogalmazunk is, egy kicsit elfáradt ebben a történetben, és lehet, hogy már nem óhajt akkora összeget, vagy olyan energiát, meg pénzeszközt mozgósítani a sikerek érdekében, mint mondjuk még Souza. Hát azt még idején nem hallottam, hogy nincs pénz a Vidinél. Én sem mondom, hogy nincs pénz. Visszaidézzük azt a műsor elején emlegetett kevésbé szép időszakot, a 90-es évek közepe, vége, 2000-es évek elején, na az csúnya volt. Akkor nem volt. Hát ott olyan kalandorok jöttek, akkor mentek. Akkor menedzserek, meg külső szponzorok adták össze pénzt az igazolásokra, hogy kit igazol. Bűnügyi kronikákban kívánkozó, bár nem bizonyított dolgokat hagyjuk is. Tehát, hogy tényleg, ott lehetett azt mondani, hogy a játékos inkább totózik, finoman fogalmazva, mint hogy arra várja, hogy mikor fizetik ki a beígért arculatátviteli szerződésből járó összeget. Hát most nem ez a helyzet, finoman most minden van, de hát azt azért nem mondjuk, hogy nincsenek meg a motivációs feltételek. Megvannak nyilván, csak nem mindegy, hogy a tulajdonos azt mondja, hogy ezt megtehetitek, erre adok pénzt, vagy erre költhettek, vagy mond egy bizonyos összeget, hogy mennyit lehet átigazolásra költeni, hogy 5 évvel ezelőtt sokkal többet engedett, az biztos, mert különben nem ezeket a játékosokat igazolta volna a Vidalton. Hogy van köztük mondjuk egy Kodró, akit én egy jó vételnek tartok az elmúlt évek alapján, aztán nézzünk körül, hogy ki még, akire azt lehet mondani, hogy biztos, hogy jól járt vele a Vidalton. De a Kodrónál is azért látom ezeket a problémákat, hogyha mondjuk egy méterrel a lába előtt megy el egy beadás, már nem csúszik oda. Tehát nézzük meg a Vasas ellen milyen gólt kapott a Vidi, a Novotny berepült, betette a labdát becsúszva. Nálunk se a Schön Szabolcs nem csinálta ezt, meg a Puskás ellen volt egy ilyen szitu, a Kodrót többször is láttam. Tehát ő kényelmesen el vagyok, oda teszik, berugom, király vagyok. Tehát ebből a komfortzónából valahogy nem mozdulnak ki a játékosok. És ehhez nyilván egy olyan edző kell, mint volt annak idején a Csank Jani, aki oda csapott meg nem is nagyon bratizott a játékosokkal. Jó volt, nem volt jó, de eredményes volt abban az időszakban az ő tevékenysége. Most nem azt mondom, hogy én visszasírom a Csank Janit, mert már nagyon idős, és most már inkább a vadászati szenvedélyének él, mint a futballnak. Akkor is ez volt egyébként a helyzet, de vele rendben volt a csapat. Nem voltak ilyen motivációs problémák.
Tehát ide most egyértelmű, hogy kellene egy olyan edző, meg lehet, hogy a vezetői szinten is valaki, aki kicsit keményebben megfogja a dolgokat. Hát reméljük, hogy az utóbbi majd Juhász Roli lesz, hiszen ő nyilván úgy áll ez a dologhoz, az ő is élete esélyét kapta most ezzel, mert sportigazgatói pályát úgy kezdeni, hogy rögtön a legjobb körülményekkel rendelkező magyar csapatnál szerepelhetsz, az azért ritka lehetőség. Ugyanakkor viszont nem feltétlenül áll a párhuzam, de azért az érdekes volt látni, hogy a Fradi Iváncsa meccsen például a Cseszneki Richard, de nem tudott lépni a 120. percben már, de akkor is próbált még menni a labda felé. Hát ott a példa, így van. És hát mondom, amikor egy keretnek a képességeiről beszélünk, sok mindent lehet mondani a futballban, tudjuk, hogy tehát ez az a nem tudom, hogy a legdemokratikusabb, vagy a legigazságtalanabb játék, hogy egyébként 90 perc faragással, meg bekkeléssel is meccset lehet nyerni, adott esetben egyszer jól eltalálod a labdát, de akarat nélkül biztos, hogy nem. És ugye visszatérve még az Iváncsa elleni mérkőzéshez, ugye a mérkőzést megelőzően volt szerencsém interjút készíteni a néhány játékossal, és Tóth András vezetőedzővel, a korábbi Vasas játékossal, és mondtam neki, hogy hát nyilván azért nagy népünnepé lenne, hogyha rúgnátok egy gólt a Fradinak, ugye? Hát nem. Az lenne a népünnepé, ha tovább jutnak. Pont. És megcsinálták. Mehetnek a Monaco meccsre, hogy meghívta a Ferencvár. Jó, elegáns vesztesként. Meg volt az eredménye, igen. Tehát gondoljunk bele, hát ugye naptári évet veszünk, akkor tavaly júniusban történt meg az, hogy az Iváncsa megnyerte az NB3-as bajnokságot, ki volt a második, ki csak úgy juthatott fel az NB2-ben, majd egy évvel később. Kecskemét. A Kecskemét, aki most vezeti majdnem az NB1-et, és a meglepetés csapat. Tehát a magyar foci tele van olyan példákkal, tényleg nézzük a Kecskemétet, nézzük a Paksot, nézzük az Iváncsát, hogy hagyjuk már ezt, egyébként tényleg itt nem tudom még az edzőpálya utolsó fűszálát is elektronikus csoda módon fűtik meg, most hagyjuk a régi salakost meg, de egyáltalán olyan körülmények vannak, olyan csodák, olyan fizetések, és akkor tényleg ezt látjuk, hogy ezek a csapatok NB1 első helyezettek, Vidit vernek, Fradit vernek, azzal, hogy kaparnak, hogy mennek. Egyébként szerintem azért hívták meg a Monaco elleni meccsre az Iváncsát, hogy amikor gáz van, akkor a Cselcseszó felszól a Tóth Andrisnak a párhoz, mit csináljuk most? Tudsz valaki küldeni a kis padra gyorsan? Hogy játszatok bennünk védekezni? Figyétek Cseszneket. Viccelünk a Fradival. Egy parád és kaparás volt az Iváncsa részéről. Tehát úgy kell küzdeni. Én megnézetném, én el is írtam a saját portálban, én ötször egymás után megnézetném a jelenlegi Vidi kerettel azt a meccset, az Iváncsa Fradit, és utána felkérdezném pontosan, hogy ott mi történt. Na, egyébként biztos, megnézetném a Vidi Chelsea-t is, mert annak idején Marco Nikolic-sal, amikor a végén tepertek a játékosok a Chelsea ellen. Hát vagy ott volt Paulo Sousa-val, tényleg emlékezhetünk, Sousa, amikor az Európa Ligában a selejtezőben ment, még a Vidi végig tudtam követni, ott voltam, amikor Genkben nyertek 3-0-ra, amikor Trabzonban ugye kiharcoltak egy döntetlent, amikor itthon 11-esekkel kiharcoltak, utána a Sportingnak itt 3-at rúgtunk úgy, hogy az tényleg olyan foci volt, hogy nem a Vidi birtokolta a labdát, meg varázsolgatott, hanem meg volt szervezve a védekezés, kúsztak, másztak, megzavarták az ellenfelet, elcsente a Nikó, bevágta, és ide jöttek nyilván lazán, meg kicsit nagyképűen az ellenfelek, és megkapták a hármukat. És ez nemzetközi szint volt. Tehát meg lehetett úgy szervezni, nyilván olyan játékosokkal, olyan edzővel, és egyébként itt van, amit Zsombor mondott az előbb, az nagyon fontos, és az előző adás végén már magam is mondtam, hogy a Fradi mindig olyan szintről szerződtet edzőt, ahova ő el akar jutni. Tehát az utóbbi időkben a Rebrov is, a Cserceszov is, még a Doll is előtte Bundesligát, nemzetközi kupákat megjárt, tapasztalt edzők, nyilván pontosan tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy oda érjen egy csapat. Itt is megvolt ez a vonal, de megmondom őszintén, tényleg ez az utolsó Márton, Szabics, Boris, Huszti, és nem bántva őket, tehát ez nem ez a kategória, és lehetnek ők egyébként a maguk szintjén jó edzők, de nem azt mutatják egy csapatnak, hogy na gyerekek, én ott voltam, és akkor most elvezetlek titeket is oda, és hogyha tényleg igaz ez, én is hallottam más forrásból, hogy tulajdonképpen ilyen ideiglenes szerződésük van, akkor nagyon kíváncsian várom, hogy milyen elképzelése lesz a menedzsmentnek, akár a tulajdonos, akár a sportigazgató szintjén, hogy kivel emelnék meg mondjuk a kispadon a Vidi szintjét. Nehéz lesz. Hát érdekes, hogyha ez csak ideiglenes mondjuk Juhász Roland számára is, aki hát egyszer Szabics ellen. Azt nem tudom, csak a két edzőnél. De az edző, aha.
Értem, ez úgy más. Egy biztos, tehát a Juhász Roli egy kiváló játékos volt, kiváló vezéregyeniség, biztos, hogy jó sportigazgató is lesz, de hogy most rögtön mit tud villantani, vannak kételjei. Hát meg arra... Nyilván a belga vonalait, ha jól használja, azért onnan az Anderlecht 2-ből vagy 3-ból is tudnánk hozni egy-két jó küzdőképes játékost. De hát ugye az Anderlechtből jött az ukrán csodánk is, ez a Makarenko nevű srác, aki maga tengelye körül forog 3-4-et a meccsen, meg úgy néha balleg egy 20 métert, de például ő is egy olyan példa, amikor idejött azért még egy egész hasznos, nagyon jó játékos volt, többször bekerült a forduló válogatottjába, és most talán azt láttam, hogy úgy beleszürkült ebbe a magyar NB1-be, hogy még az NB2-be is lehet, hogy noszogatni kellene hátulról. Mennyi egy kicsikét, vagy csipked magad? De tényleg, szóval ez a vicc, hogy nálunk ezt megtehetik játékosok, hogy máshol mentek, küzdöttek, hajtottak, ja, Magyarország, jó lesz akkor nekünk ez is. Tehát valahol a szerződésekkel is nyilván probléma van, ha így szerződtetünk játékost, hogy ezt megteheti, mert nem, ha léhen, ettől függetlenül. Bár mondom, ezt a dumát én sem szeretem, meg senki szerintem, aki sportban dolgozott, vagy valamennyire rálátása van, hogy jó, mert mennyit keresnek a futballisták, és akkor menjenek-e kapálni, meg dolgozni. Nem, nekik ez a dolguk, ők ezt vállalták, ez egy szórakoztató iparág a futball, tapsolunk, ha gól van, na de azt, amit ugye ti is mondtatok többször, tökéletesen igaz, hogy egy Paks ellen 2-12 a szögletarány, és az utolsó fél órában gyakorlatilag akkor nézett át a Vidi a másik térfélre, amikor már nagyon muszáj volt, vagy a kapus előre rúgta a labdát, azt nem adom, hogy az úgy rendben van. Abszolút nincs rendben. Nem csak a Paks ellen, azt gondolom, hogy ennek a Vidinek a Fradin kívül jelenleg ma Magyarországon, azért nem kell beállni senki ellen bekkelni. Ha vezet, akkor sem. Tehát 1-0 után, ha zárjuk le a meccset, volt ott még lehetőség, 2-0, 3-0, az ellenfél se kapkod úgy már, hova menjek? Hát nem volt meg a minőség benne. Nekem túlélés, ennyi. Ezt erre játszottak. Nekem egyre többször eszembe jut, amit Zoli mondogat néha, hogy hát valamiféle pozícióban ilyen mentális tréner posztra Danko Lazovicsot kellene. Igen, tudogatták, hogy nem biztos, hogy Zivzivadze saját lába hagyta volna el a stadiont, hogyha akkor csinálja meg a kis performanszát, amikor Lazovic várja az öltözőben. De voltak azért arról pletykák, hogy ott még abban az öltözőben is olykor ökörre mentek játékosok. Nyilván ennek van pozitív meg negatív vonzata is, de az biztos, hogyha nincs egy egyértelmű vezér, aki ezt rendbe rakja, legyen játékos edző, akkor egy csapat szét fog hullani. Érdeklődve várom, hogy mi lesz a folytatás. Nagyon jó lenne már egyszer egy kezdőkörben tényleg arról beszélni, hogy na történt valami, és érezhetően átzökkent a Vidi, mert azért természetesen mindannyian igen. Ennek szurkolunk, főleg, hogy Krisztián olyan lelkesen tudja kiabálni a meccseken. Igen. De az a szomorú, egyébként az a szomorú, hogy 3 hónappal ezelőtt pont erről beszéltünk, mikor még meneteltünk. Mikor rúgott itthon mondjuk 2-1-nél több gólt a Vidi? Tehát te szoktad kiabálni, ugye, hogy... Honvéd bajnoki. Hát nem most volt. Az első vagy a második hazai meccsük első. Az első volt, amikor az ellenfél két játékosa veszekedett a mi 16-osunknál, miközben mi már gólt rúgtunk az övéknél. Tehát ott az is benne volt. Na mondjuk a Honvéd is, meg az egész magyar futball itt, amit mondtál Balázs, te is, hogy mennyi légiós, mennyi külföldi. Elment a híre itt a régióban szerintem a mi kis, hogy mondjam, arany országunknak, vagy minek hívták ezt, most nem jut eszembe hirtelen idegen szóval. Tehát hogy amikor ide jöhet bárki úgy, hogy pontosan tudja, hogy nagyon sok pénzt lehet keresni, és nyilván a menedzserek is, meg az egymás jutalékaiból élők is ezt pontosan tudják. A Honvédnál most lecserélték azt a skót edzőt, akiről előtte senki nem hallott, egy horvátra, akiről ugyanúgy nem hallottunk semmit, de a menedzser biztos túl jól járt, meg tudja. Kimutatták, hogy az egész régióban, a magyar futballban van a legtöbb légiós arányaiban, tehát akadémiai programjainkkal együtt is még mindig nem a magyar fiatalok repítik a szekeret. Úgyhogy van itt máshol is probléma. De múlt heti adásban már itt rám sütöttétek, hogy félig meddig már a Puskás Akadémiával szimpatizálok, úgyhogy eldöntöttem, hogy most nem hozom fel. Hát Puskás, főleg, hogy kikaptak a Fraditól, tehát az Iváncsától is gyengébbek. Ja, mondjuk igen. Így is lehet nézni. Igen. Meg hogy visszasérjük majd most már Marko Nikolicsos tényleg. Tehát, hogy azért emlékezzünk abban a szezonban, amikor őt elküldték. Biztos volt, amikor elküldték. 6-ból 6 győzelemmel kezdtük a bajnokságot, már mondjuk videóton. Aztán jött egy-két döntetlen, meg a Fradi ellen egy vereség, meg utána még valahol volt valami
Zakó, és két vereség után azt mondták egyébként, mert volt 8 győzelem. Az előző csoportkör után ugye ott volt, hogy a Vaduz vagy melyik kitett minket a selejtezőből, tehát a tért azért csalódás, de Nikolic szerintem tényleg így elnézve. Egyébként ő neki volt az elmúlt említett 11 évben messze a legtöbb mérkőzése a kispadon. És a legjobb mérkőzés. Ő is megbukott. Igen. Hát akkor mit várunk? 120... Akkor az volt a szint, és csak nem volt jó. Csak érdekesség a számokat, tehát Nikoli 120 mérkőzésen ült egyébként összesen a Vidi kispadján, ebben minden benne van, tehát 120 találkozón. Azután a legtöbb Szózának volt 69, tehát messze, majdhogy nem a fele. Ez is mutatja, hogy azért itt, amikor nem jön olyan eredmény, akkor azonnal keringés van, és hát ami különösen fájó, hogy az utolsó 5 edzőnek, de mondjuk vegyünk 4-et, mert Husztiból ez 2 meccset érint, összesen van 103 meccse a Vidiről, és 49 győzelem 5 edzőnek. Tehát az 50%-ot sem éri el a mutató egy olyan csapatnál, amelyik a meccsei zömét azért nála gyengébb, vagy papíron gyengébb ellenfelekkel játsza. Egyébként Nikolicsnak is voltak az egy gyengébb meccsei Vaduzon kívül is, mikor a Magyar Kupában, azt hiszem a harmadik kerület? Nem, a Budafoknál. Vagy a Budafok, vagy ez még a Berg volt? Vagy a Budafok kétszer? Budafokkal játszottak, visszavágtunk utána, a Birodalom visszavágott. Nem, hát, valami kiesés volt, emlékszem. Egyszer volt. És azt mondta Nikolic. Egy Magyar Kupa negyed döntő, amikor már NB1-es volt a Budafok, és akkor győzött a Vidi, tovább jutott, de aztán jött a Mezőkövesd elleni elődöntős kiesés. És amikor még NB3-as volt a Budafok, Vác. Előtte 2 vagy 3 évvel volt ez a 3-1-es vagy 2-1-es kudarc, amikor kiest. Vác ütött volna még, valami ilyesmi rémlik. Na mindegy, kiestünk egy alacsonyabban rangsorolt csapat miatt kiestünk, és Nikolic másnap vagy harmadnap azt mondta, hogy enyém a felelősség. Igen. Pont. És ment tovább a szekér. Tehát, egy vereség miatt senkinek nem veszik a fejét, nem kellemes egy Vaduz ellen kiesni, nyilván ilyenkor mindenki köszörüli egy kicsit a magyar futballon a nyelvét, de hát ez régen még sokkal erősebb volt. Egyébként még Csercseszov is, én azt gondolom, hogy amúgy teljesen normálisan reagálta le az Iváncsa elleni kiesést, hát megtettük, mentünk, tovább akartunk. Most meg kell nyerni az Európa Ligát, mert a Magyar Kupát már nem tudjuk. Igen. Na jó, hát megint elfocizgattuk itt majdnem a teljes adásidőt, de azért még van egy kis idő, és beszéljünk olyan csapatról is, amelyiknek azért több gratuláció jár, bár ez is egy érdekes kérdés, hogy ott is ilyen szakaszokban jön, hol a jó, hol a rossz. Ugye a Jégkorongozók legutóbb megverték a lista vezetőt az ifja Bocskai Gábor Jégcsarnokban, és ez megint egy kicsit olyan meccs volt, ami miatt igazán tudjuk szeretni ezt a csapatot, hogy amikor a legnehezebbnek tűnik, meg amikor a legkeményebb, akkor nagyon oda teszik magukat. Hozzáteszem, és itt ugye Zsomborra nézek, hogy beszélgetünk erről a kapus kérdésről. Hát nekem úgy tűnt itt a Linz ellen, hogy gyakorlatilag ilyen földön túli kapus bravúroknak is volt köszönhető a Volán győzelme. Hát igen, Roa kezd lendületbe jönni, ez egyértelmű. Ugye a Salzburg ellen is nagyon jól szállt be, ott Horváth Dominiket lecserélte Kevin Konstantin talán a negyedik gól után. Úgyhogy Roa hál' Isten elkapja a fonalat, úgy néz ki. Szerintem szép lassan összeáll ez a brigád. Tehát most volt egy pár nap pihenők, ugye előtte valami 7 nap alatt 5 meccset játszottak, vagy meg 4 este alatt 3 mérkőzést, tehát tényleg nagyon sűrű volt a menetrend. Ott volt most 4-5 nap pihenőjük, ami szerintem nagyon jól jött az egész társaságnak, mentálisan is és fizikálisan is. Már a Salzburg ellen is látszódott, hogy tényleg nagyon jó színvonalú mérkőzés. Már a tavalyi döntős színvonalat idézte az a játék mindkét fél részéről, holott mindegyik csapatból majdnem egy sor hiányzott, teljes sor. És ugye másnap meg a listavezető Linz, bár elnézve a Linzet nem feltétlenül láttam bennük azt a listavezető csapatot, de Tironen nagyon jól védett, ugye aki tavaly a Fehérváron volt, tehát a két kapusról szólt főleg az a mérkőzés, de az a Volán szív az most megdobbant a Linzen, amikor pont a sajtó más sajtóval az áttelemben lévő kapunál, de az utolsó másodpercekben ugye azért beszorított a Linz a Volán, és ott csúsztak-másztak a játékosok, 3-4 játékosunk is benfeküdt a kapuba Roa mellett, és próbálták megóvni a góltól ugye a hálót, és tényleg ez most megdobbant, ez a Volán szív, talán most elindul, vagy kiegyensúlyozottabb lesz inkább a teljesítmény. Az a szerencsék a focistákkal szemben, hogy a jégen könnyebb csúszni, mászni. Igen. És ugye még ezt úgy tette a Volán, hogy előtte játszott egy borzasztó kemény meccset
18 órával korábban lett vége a Salzburg ellen, és 18 órával később felmentek egy olyan meccset játszani, hogy ahol végig is kihúzták a listavezető ellen, egy kapott góllal, azt, hogy Roa úgy védett, ahogy az egy dolog, de a védelem is csúsztak, tehát azok csúsztak, másztak. Ezt szeretném a futballistáktól látni tényleg most. Ezt olyan jól át lehetne menteni. Lehet, kevint át kéne vinni egy pár edzésre. Beszélni kellene, igen. Így lélektani dolgokról a jégkorongos szakembereknek, a foszis szakemberekkel, hogy ez mégis hogy van, hogy játszanak 7 nap alatt 4 vagy 5 tétmeccset, és még állnak a lábukon. És egy ilyen meccset, kettőt egymás után így le tudnak. Őket is beültetni. És ott is van egy csomó légiós, tehát nincs az, hogy mert a légiós elalibizi. Nem, azok is csúsznak, másznak. Van elvárás, nem is akármilyen, azért ott is nagyon kritikus tud lenni ugye a közönség adott esetben, ott is van, amit nem bocsájtanak meg, de hát van olyan küzdőszellem, és valószínűleg ezt azért megnézhetjük. Van légiós valóban, de nagyon sok magyar van, aki ezt már a magyar hoki most már hál' Istennek egyre erősebb hagyományaiból hozza magával. Azért itt kepeszteni kell, hogy bekerülj a csapatba, hogy legyen egy negyedik sorban néhány perced először, és hogy előrébb lép, és ez mintha tényleg motiváló lakhatna a magyarokra. Itt érdekes, mert még Ocskai Gábor is azt mondja, amikor beszélgetünk, hogy nem teljesen elégedett azzal, ami ebből az akadémiai rendszerből kijön, tehát ő azért szívesebben látta több magyart, meg több ügyes játékos, na de hát mégis azt mondom, égésföld. Tehát itt most az utóbbi egy-két szezonban rendre jönnek azok, ugye most épp Mihály Ákos szerezte meg első gólját, talán a Ambrus igen, ő szerezte meg az első gólját a osztrák ligában, azok után, hogy már rendszeresen játék lehetőséghez jut, tényleg Horváth Dominiket említhetjük, aki ugyan most nem jól jött ki ebből a két meccsből, de előtte bravúrokat mutatott be. Tehát, hogy itt azért látjuk azt, hogy van perspektíva a magyar játékosok előtt, nem azért, mert parancsszóra ki van adva, hanem mert alkalmasak rá. Örülök, hogy Zsombor felemlítette a tavalyi döntőt, vagy hát azt a menetelést is részben, amiben a Volánnak része volt. Életem egyik nagy élménye volt az utolsó elődöntő Villachban, ott ugye együtt voltunk, illetve az első Salzburgi mérkőzés, hát eltekintve attól a gyorshajtástól, amit a Klagenfurti hóesésben éljelősik. De hogy ott tényleg azt érezni lehetett a csapaton, és valahogy ez bennük maradt, meg hát azért bennük sokkal jobban bennük volt eddig is, hogy nem a kudarcot akarták ők elkerülni, hogy valahogy ússzuk meg ezt az elődöntőt, vagy ezt az első Salzburgi döntős meccset. Hát na, ott voltak akkor. Hanem nyerjünk. Igen. És egyértelműen róluk ez sugárzik, és egyébként a vezető. És ennek egyébként úgy nagyon komoly hagyománya van tényleg, akár az Ocskai Palkovics időkig visszamenve, hogy ahol a magyar hoki ki tudta egyenlíteni a nyilvánvaló tudás meg feltétel hátrányt, az mindig ez az akarat, ez a keménység, ez a határozottság volt, és aztán ebből persze jött más is a továbbiakban. Ugye ők voltak az a csapat most a hétvégén, amelyik szintén tudott előnyből veszíteni, ugye a vidi pontokat a kosarasok pedig ismét sikerült 16-17 pontos előről meccset veszíteni. A Volán két gólos előnyből kikapott ugyan az Salzburg ellen, de másnap javított. Tehát a kosárlabdáról még csak annyit, hogy ez számomra egészen hihetetlen. Ez már hagyomány. Két vereség, mind a kettő 20 pont körüli vezetésről. Jobb, ha nem vezetünk nagyon, inkább. Igen, van az a csapat ezek szerint, ahol gond van a hozzáállása, van, ahol nincs, és van, ahol egyszer van, egyszer nincs, vagy úgy félig közben van, félig nincs. Közben csak meg, igen. Amikor már megnyertek, hiszik a meccset. És az elveszett meccset a Szeged ellen meg. A tanulságot nem vonja le a csapat, mert ugye ezek most már folyamatosan, és a tavalyi szezonban is voltak ilyen meccsek bőven. Azt gondolom, hogy a kiegyensúlyozottság hiányzik, tehát ezt a Szeged meccset, ezt minden józan számítás szerint el kellett volna veszíteni, és inkább az ellenfélnek köszönhető, hogy ők ezt el tudták cseszni. Egy percen belül 9 pontos előnyről. Igen, tehát azért oda kell figyelni az Albának, mert az egy dolog, hogy vannak jó szakaszok, meg időnként elmegyünk 20 ponttal, de mintha ez a stabilitás azért még hiányozna a csapatból. Hát köszönöm szépen, megbeszéljük majd a... Bocsánat. Igen, még valami pedig fontos. Szóval nem mindig egy halkszövő edző, tehát ott azért van hajszárítás szerintem az öltözőbe, hogyha szükséges. Nem, és még van, szerintem jó kézben van az Alba. Abszolút. Csak ott vannak ilyen koncentrációs problémák a végén. Egyébként. Majd meglátjuk, hogy a továbbiakban hogyan. Most ugye a hétvégén majd épp a Kecskemét jön, amelyik nem csak fociban kezdte bravúrosan a szezont, hanem kosárlabdában is. Úgyhogy jövő héten is lesz miről beszélgetni. Adná az ég, hogy végre egyszer egy vidi győzelemről is, de hát majd meglátjuk. Köszönöm szépen, urak, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. És kedves nézőnek is a figyelmet, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.